Sziasztok, Miharu vagyok. És tehát most ez egy ilyen segédlet lesz a csábítás bojeleshez. Csak ezzel bedugom a fülest. Tehát, miről is lesz szó? Ugye mutatom. Tehát beléptem a karakterembe. És kezdjük igazából az alapoktól, mert rengeteg olyan kérdés jön, amit már egyszerűen nem tudok hová rakni. Tehát annyira alapvető kérdések jönnek, hogy már a hajamat tépem. Tehát kezdjük az elejétől. Jött olyan kérdés, hogy hogyan van ennyi karakterem. Hát egyszerűen beregisztráltam. Tehát ez logikus. Van több e-mail címem, és mindegyik e-mail címről beregisztráltam. Fő karakterem az a Gizi 24, amit lehet itt látni. Ez itt. Akkor, mint lehetek, nagyon sok 322 levelem van, és csak ez az egyik karakterem. Tehát ráálltam arra, hogy most már csak is a Facebookos, tehát úgymond levelekre válaszolok, a csoportomon belül, mert egyszerűen annyi levél jön nem csak ez erre a karakteremre, hanem a többi két karakteremre, hogy egyszerűen nem bírom. Tehát én nem a gép előtt élem az életemet. Cosplayeket készítek, versenyre készülök, interjúkat adok, megrendeléseket készítek, teljesítek. Tehát azért meg hát, tehát van úgymond magánéletem, szerintem mindenkinek. Tehát nem, egyszerűen nincs időm. Tehát ez egy több óra, mire én ezt az egyet megválaszolom. Na, mit is akartam? Igen, az alapvető izéktől kezdjük. Tehát jönnek még a Facebookos izék, azok mindig be van kapcsolva, szóval... Na, tehát... Szóval úgy lehet több karaktert készíteni, hogy különböző tehát e-mail címeket csináltok, és azokon beregisztráltok. De, hogyha egy IP címetek van, az egy internetről regisztráltjátok be a sajátotokat. Úgy értem, hogy van egy alap e-mail címetek, mint nekem a Gizi24. Elszadozó e-mail cím. És arról én meghívom a következő Gizi 600, nem tudom, hanyadik e-mail címemet, akkor nem fog plusz 30 akciópontot kapni, meg plusz 30 tehát dollárt, mert egy internetet használok. És eljöttünk a következő problémához. Sokan írtok, hogy hiába külön másik interneten, mit tudom én, elmentek mamádékhoz, és onnan regisztráltok be, tehát otthon meghívjátok a másik e-mail címeteket, a játékba, és elmentek, ez most csak egy példa, elmentek mamádékhoz, és akkor ott regisztráltok be, de mégsem adja meg azt a 30 dollárt és 30 akciópontot. Ennek az oka mégpedig az, hogy a szerver nem stabil. Tehát van egy ilyen egy szerver tehát probléma. Amit természetesen az adminok azt szerintem mindig javítgatnak, és próbálnak javítgatni, de tehát tényleg nekik is van, tehát rengeteg dolguk, fordítanak, stb. Tehát azért meg ez egy BMOV tehát szerver, úgyhogy a főbb dolgokat szerintem ott vannak a problémák. És eljöttünk arra a pontra is, ez a meghívásos részhez, hogy hogyan lehet meghívni mást a játékba. Mert sokan ez is jön, egy csomó kérdés, hogyan lehet. Hát most megmutatom. Bementek ide a fiókom című kis fülecskét rányomjátok. Azt hiszem. Vagy nem. Ja nem, bocsánat. Ja, igen. Én nem szoktam sűrűn meghívni. Na, bementek a barátnőtökbe, barátnőim. És ott van az, hogy mindjárt csak ezeket elfogadom. A felkéréseket. Na, tehát. Bejöttök a barátnőtökbe. Legörgettek teljesen le. Itt van leges lap alján az, hogy barát belépés a barát meghívása oldalra. Jó, ha ez megvan. Látjátok, én csak 12 embert hívtam meg, abból eddig 7 csináltam meg, tehát. Na, ide beírjátok mondjuk xy.hu. Tehát ez csak egy hülyeség. És akkor rákezdtük arra, hogy barát meghívása. Akkor az összegzésben itt van az elküldött meghívók, hozzáad egyet, vagy amennyi embernek elkülditek. És hogyan kapjátok meg ezt a 30 akciópontot és 30 dollárt? Na, az úgy kapjátok meg, hogy akit megkészítetek, illetve saját magatokat, elkezditek az első epizódot. Ha megvan az első epizód, bele kell kezdeni a másodikba.
Tehát az elsőt mindig végig kell csinálni. A másodikban csak elég belekezdeni. Szóval az azt jelenti a belekezdés, hogy elindítani a másodikat. Hogy mit tudom én, kérje, hogy második epizód indítása, és akkor rámentek, hogy oké, okay, és ennyi, ennyit kell csinálni, elindítok, és kész. Szóval nincsen vele semmi tovább probléma. Ha mégsem kapjátok meg ezt a 30 akciópontot, 30 dollárt, ez azért van, mert egyszerűen ti is a szerver csapdájába estetek, mint a Matrixban. Ezzel nem lehet mit csinálni, igazából nem azt jelenti, hogy minden meghívásokat tehát semmisnek fogja venni, valamelyik sikerülni fog, és valamelyik nem. Tehát nekem, lehet, itt látok például, én 12 embert meghívtam, egyébként a 12 ember mindenki megcsinálta. Tehát, és csak a felét, durván mondjuk, a felét adta be. Több, mint a felét, de lényegtelen. Szóval durván. És pedig mind a 12 ember megcsinálta, de a szerver csak hetet engedett meg, hát csak hetet engedélyezett belőle. Tehát, egyébként, de ha figyelmesen elolvassatok, itt is le van írva, hogy hogyan kapjátok meg a 30 dollárt és akciópontot. Tehát ezzel kérlek, ne keresetek. Ennyi. Következő, amit így el akartam mondani, jött olyan kérdés, hogy hát hogyan tudtok ilyen kis képeket, meg ilyen, hogy is hihetőket tenni ide, az adatlapotokra, de belementek a fiókotokba, és akkor a fiók módosítására, azt hiszem, vagy nem, nem, adatlap módosítása. Jó van, csak eszembe jut. Na, és akkor itt vannak, itt van adatlapom, és itt van egy csomó hülyeség, amit igazából, tehát érvényes BB kódok, tehát ezt külön meg fogom nyitni. És akkor itt lehet látni a kódoknál, mit tudom én, hogy beírom, hogy itt van, ha egy a szöveget tesztek egy B betűt, meg ilyesmi, illetve egy ilyet a végére, és középítok egy bármilyen szöveget, akkor az ilyen nagyba fogja kiírni, és így tovább, és így tovább, de itt is minden gyönyörű szépen le van írva, itt minden szépen, tehát így értelmesen. Itt szerintem ez nem is kell az én magyarázatom. Na, következő, honnan van nekem ennyi akciópontom, meg ennyi pénzem, stb. És el is érkezünk ahhoz a témához, hogy mikor csinálom a videóimat, nem tudom már beszélni, mert este van, na akkor, tehát, hogyan van az, hogy játszott 10 percet, az most csak egy példa, és a hirtelen vágom a videót, és elfogyok az összes akciópontom, és na hirtelen megint 200 lesz. Hát ez úgy történik, hogy, tehát, ahogy az előbb is elmondtam, vágom a videót. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 5-én játszok a játékkal, ez is egy példa, elfogy az akciópontom, mert felvettem azt a 10 percet. Ez most is. Ez példa. És majd legközelebb, majd csak mit tudom én, 8-án játszok a játékkal, és akkor minden nap belépek. Az azt jelenti, hogy 30 akciópont, az a 3 nap különbség, és minden nap lejátszom ezeket a játékokat, amit a lakásban lehet játszani. Tehát a mobilodon. És egyébként én nem is csinálok semmi mást azon kívül, hogy várok. És a két videót ezek igazából összevágom utána, hogy nektek ne kelljen azt, megnéztek 10 percet, aztán vártok 3 napot a következő 10 percet, mert az hülyeség. Tehát a két videómat fogom, azt vágom. És akkor összeillesztem, és akkor azért látjátok, hogy ez van 0, aztán más megint van megint 100. Tehát, mert összevágom a kettőt. És két időpontban csinálom, csak összeteszem. Na, hogyan van ennyi akciópontom és dollárom? Várok. Ha kell, tehát akkor max meghívok ember, de ilyet nem szoktam, nekem ez nem szokásom. Minden nap belépek a játékba, akkor kapok 10-et, logikusan. Utána bejövök ide a játékokba, és játszom ezt a Flower Power, és tehát most igazából látszik, hogy már lejátszottam, várnom kell holnapig, illetve lejátszom ezt a Break Basket, tehát ezért, ezt is például, ezt most még kivételesen nem játszottam, ebből is szerzek, mit tudom én, nem sokat, mert csak 2-3 akciópontot ad, max, meg dollárt. Illetve most már, aki befejezt 7. epizódot, az játszhat ezzel a Mortal Pillow játékkal, és itt van rengeteg kihívás, stb. És aki nagyon ügyes, az
minden héten ennek a játéknak, ez itt is le van írva, tehát minden héten lenullázódik, az első helyen kap 350 akciópontot, és így bla bla bla, tehát ebből is nagyon jó kis akciópontokat lehet gyűjteni. Minden héten, tehát ez nagyon hasznos, és nagyon jó. Én ezzel nem szoktam játszani, mert lusta vagyok. Hát ja, bevallom, lusta vagyok. Na, igen, következő. Nagyon sokan ránéztek olyannal, de ezt most inkább e-mailekből fogom, tehát így kiszambázni. Például, ezt most csak egy megkérdezni, hol van a hetedik epizódban a Viola plüsse. Tehát, kérdeztek nagyon sokszor olyat, ami benne van a videóban, tehát hogy például, hogy hol van Diane, nem tudom, hogy kell kimondani, Day-nek, annak a... milyen csávó? Kosoros csávónak a nyaklánca, de ezt nem értem egyébként komolyan, tehát ezzel már azért az a baj, hogy kezdem felhúzni magam, és nem azért, mert nem szeretlek titeket, illetve... hogy is mondjam, tehát nem azért, mert hanem képzeljétek el, hogy naponta nem csak itt, ezen, hanem hogy is mondjam, tehát fogjátok, és vagy ez most nem mindenki értse, tehát akinek szól, ezt most csak így mondom előre, de és több száz ember van ilyen, tehát nem egy, tehát igaz, tehát több ezerre nézitek a videóimat, aminek nagyon örülök, és iszonyat hálás vagyok, hogy segítetek nektek. De több százan írtok, sőt Facebookon is, meg a csoportomba is, olyanokat, hogy tehát, hogy hol van a Dayan nyaklánca, hol van a Viola plüsse, hol vannak a kosárlabdák, mit tudom én, hol van a Lizander jegyzetfüzete, meg ilyesmi. Engem valószínűleg azért szerettek, idézőjelesen, azért találtatok meg a Facebookon, azért vagyok bejelölve, mert engem, most nézzétek a videóimat a YouTube-on. Ez így nagyon klafa. De, ha nézzétek a videóimat, hogy lehet az, valaki nekem ezt magyarázta el, hogy nem tudjátok, hogy hol van a jegyzetfüzet, a plüss, meg a kosárlabda, meg a Rozália gyűrűje, ami a fűben van, és megmutatom, hogy hol van. Tehát, hogy ne kelljen megvenni. És akkor rám írtok rengetegen, tehát, és a csoportban is rengeteg olyan van, hogy hol van ez, hol van az. De ha nézitek a videóimat, és azért vagyok bejelölve ismerősötöknek, és azért jöttök a Miharu channelbe, a csoportba, Facebookon belül, mert ismertek engem, nézitek a videóimat, akkor valószínűleg tudnotok kéne a választ. Tehát, ha én elakadok egy bármilyen játékban, akkor fogom, és rákeresek a Google-a barátom, tehát egy 5 percet vesz csak igénybe, és max a csoportban, mit tudom én, mire beírjátok, meg mit tudom, és mire az emberek válaszolnak, meg stb. Egy 5-10 perc is eltelik, mint hogy 2 perc alatt beírod, és akkor egyből választ kapsz. Vagy fogod, és megnézed az egyik videómat, és akkor például megnézed az 5. részt, az most csak egy példa, nem tudom már mi van benne, már elfelejtettem, na mindegy. De most tegyük fel, megnézzétek a 7. részt, ami most persze a párnacsatáról van szó, vagy előtte a Rozáliának a gyűrűjéről, és nézzétek a videót, és közben játszotok. És akkor mindig megállítjátok, és akkor mentek tovább a saját játékotokba, meg tehát értitek, mire akarok igazából kiukadni. Meg hogyha jutatnék el a egyik epizódtól a másikig, hát... Ja igen, igen, ez jutott eszembe még, hogy vannak ilyen dolgok, például sajnos, hogy játszotok az epizóddal, tegyük fel az első, vagy a másodikkal, vagy a negyedikkel, most pont a negyedikkel történt meg egyik tehát, csoporttársnak a Miharu channelbe, hogy játszott a negyedik epizóddal, és akkor befejezte, és el akarta volna kezdeni az 5. epizódot, de visszadobta újra a negyediknek az elejére. És ez nagyon-nagyon sok emberrel így van. Ez is szerverhiba, és akkor mit kell ilyenkor csinálni? Két dologot lehet. Egy, vagy újra kezded megint a 4. epizódot teljesen előről, vagy kettő, szóltok a moderátoroknak a fórumba, itt, ott is a fórumba, tehát ha nem tudtok valamit, nyugodtan nyíltok a fórumba, iszonyat kedvesek a csajok,
Segítenek mindenben az adminok, illetve a moderátorok, tehát ők tehát mindenben próbálnak segíteni, és tehát jeleznek az adminok felé, hogy ez meg ez nem jó, és elég hamar kaptok válaszokat, tehát itt van észlelt problémák, és akkor fogjátok, és akkor bejelen ide, és akkor akciópont és dollár kérdések, bankkal kapcsolatos beszélgetés, meg bla bla bla. Tehát itt van itt minden, és itt mindenre segítséget kaptok. Ami nagyon jó. Ami tényleg nagyon jó. Mi van még, amit így akartam? Tehát abból csak az e-mailekbe tudom. Tehát... szóval elmondtam, hogy hogyan le van annyi akciópontom. Itt van, bejön a nyaklánc, hol van. Nézzétek meg a videót, én már nem tudok, erre nem is válaszolok ezekre. Tehát, sőt, Facebookon sírtok ilyeneket, mert kiég a letinám az ilyen kérdésektől. Tehát a püssöt nem tudom a tanteremben. Hát a püss sok helyen lehet. Lehet a dökösteremben, mit tudom én, tehát cégre kell nézni. Meg hogy mikor jönnek ki az epizódok. Tehát van egy moderátor ismerősöm. Tehát én nem vagyok sem moderátor, se admin, ezt elmondom. Mert mindenki azt hiszi, hogy ja, de nem. Már tehát akarták, hogy legyek moderátor, de nem tudom, még bizonytalan vagyok, mondom, időm nem sok van. De majd egyszer talán. Na, a 8. epizód az jövő héten jön ki. Mit tudom én. Az hiszem jövő héten, az első 3 napon, vagy hétfő, vagy kedve, vagy szerda, tehát ezt el tudom mondani. Na, valahogy így. Akkor mit akartam mondani? Hát meg, hogy hány epizód van? Hát jelenleg Magyarországon csak 7, és most jön majd ki a 8. Tehát. És aki akar, és utána néz a Google a barátja, utána tud nézni, jelenleg 19 epizód van. Jelenleg. De készülnek. Folyamatosan készülnek. És akkor jönnek a felháborodott levelek, ami részben alapban tehát így megértem, részben viszont nem. Tehát nem vagyok senkinek sem köteles visszaválaszolni. Már csak azért, mert nincs időm. Tehát nincs időm több órán keresztül mindenkinek hát én hogy is mondjam, megnézni, hogy mit írt, aztán visszaírni, és akkor mintha valakinek visszaírok, mert volt olyan, hogy több száz embernek visszaírtam, és a több száz ember másnapra már megint visszaír, és egyszerűen ez nem megy. Tehát csak is Facebookon tegyetek fel a csoporton belül kérdéseket, de légy szíves, nagyon kérdés, amit megtudtok a videóimból, vagy tehát értetek a lényeget. Tehát minden információ, ami kell, az bennük van. Ha még sincs, mert előfordulhat, hogy nektek lesz hirtelen tehát beáll a játék egy másik válaszos lehetőséget. Ez előfordul. Miért is ne? Mert persze a játékot én nem játszom ki mindig 100%-ig is. Mi a... anyád? Értitek, mire gondolok? Akkor nyugodtan Facebookon, csoporton belül beírjátok, és ha a csajok, meg a fiúk, tehát vannak fiúk is, hamar válaszolnak, tehát az adminok is válaszolnak, nagyon jó fejek a csoportomon belül, tehát mint segítőkész, és stb. Előfordult az, hogy hogyan lehet az, hogy kiválasztottatok egy ruhát a randi végén, és mégis nem sikerült a randi, elúszott. Akkor az azért van, mert rossz ruhát választottál. Mindig meg kell nézni, hogy a fióknál, pasiaimnál, kinél a legmagasabb a százalék esély. Tényleg itt nem elfogy. Tehát mindig figyeljetek oda. Ha nem tudjátok, melyik a megfelelő ruha, akkor természetesen szintén lehet kérdezni, illetve megnézni az interneten. Tehát ha bejegyetek tényleg, hogy ruhák, írjátok be angolul, de ott van a Google fordító, ha bejegyetek, akkor, vagy írjátok be azt, hogy My Candy Love,
az angol, egy izé, tehát a neve, vagy az francia, hogy Amour Supré, mondjuk My Candy Love the Dress, de, vagy hát nem is tudom, Randi. Tehát ezt beírjátok, akkor kiírja, vagy ki dobja ezeket a képeket. Mire gondolok? Például. My Candy Love. Hát nem hack, meg... Ja igen, a hackkel kapcsolatban. Tehát ezt a meg ne lássam még egyszer, ezt a hülyeséget. Komolyan mondom, ne! Szóval. Van ez, My Candy Love hack. Elmondom előre, nem lehet letölteni. Ha mégis le akarod tölteni, akkor készítsd elő a pénztárcádat. Ugyanis fizetni kell érte. Méghozzá 500, nem tudom mennyi pénzt. És a telefonodról szépen lehúzza a manit. De mit kapsz érte? Semmit. Méghozzá, ha mégis megkapod ezt a My Candy Love hacket, akkor ha jól tudom, ez egy karakterlopó hack. Tehát ha beírod a loginodat, a dollár, stb., akkor ez meghackeli a te saját kis bigyókádat, és ellopja a karakteredet. Tehát azért okosan és ügyesen. Tehát ezt azért ezt ne. Hallod a szép fogsorot? Na, tehát... Na. Vannak különleges epizódok. A különleges epizódok azok jelenleg még nem érhetőek el a magyar szerveren. Csak is a külföldi szervereken. Ott nyugodtan regisztrátok át másikra, és tehát ott meg lehet csinálni, majd itt is lesznek, hogyha lesznek különböző, tehát ilyen ünnepek. Akkor, van ez, mi van, hogyha éppen bebágol a csábításból jeles? Előfordulhat az, hogy van valakinek, tehát bead 500 millió trillió akciópontot, és 500 millió trillió pénzt. Ez nem jelent tartósan semmit. Azt jelenti, hogyha mondjuk bemész mondjuk a városba, és el akarod költeni, akkor bemész a bazárba, stb., akkor már is el fog tűnni ez a pénzecske. Tehát nem fogod tudni levásárolni, ez csak egy olyan számláló hiba a szervernél. Tehát következő, amit még észrevettem, és még szerintem nem is tudom, szerintem remélem, hogy mindent elmondtam, de e-mailekből sok mindent, tehát így kicsit görgetek lejjebb, tehát már mit tudom én, na, nem talán a kulcsot, pedig mindenhol kerestem. Ja igen, tehát azt akarom mondani, hogy tehát engem az Facebookon elértek, tehát jelenleg most csábításból jeles verseny van, amit én hirdettem, mert ez a második történetíró verseny, nagyon sokan blogoltok, és történeteket írtok, hogy saját magatokat teszitek bele a főszereplőnek, és akkor nagyon sok ilyen blog van már, és mindenki elkezdett írni, hát arra gondoltam, hogy legyen egy ilyen blog, úgymond idézőesen blogíró, nem tudom persze, mi van blogíró verseny. Na, és és akkor a nyereménye, nem tudom, hogy hol van, ezt meg akarom nektek mutatni. Csábításból jeles. Tehát, itt van ez a sok-sok történetíró, ez mind beérkezett, és ez erre lehet majd szavazni. Ez miért is fontos, hogy csatlakozzatok esetleg a Facebookos oldalhoz? Tehát, ha akartok nyerni ilyen kis cukkeráj mobil díszeket, ezek, mint látható, csak félkész állapotban vannak, de ha bemegyek a csoporton belül, akkor meg tudom nektek mutatni, hogy tehát miért is érdemes. Látjátok már, 1969 71 tag van, és a
És ott igazából olyan dolgok is vannak itt ezen belül, tehát ezen a Csábításvédelmes Miharu channelen belül, amik igazából, akik nem tartoznak ide, nem sokan láthatják. Például, tehát vannak ezek, tehát ilyen mobildíszeket én készítek, és ezek nem... itt láthatjátok, és tehát ilyeneket lehet nyerni, nem tudok beszélni. Már mi van? Elfáradt a nyelvem. Tehát, van itt Castiel, van Nathaniel, de van itt, aki sokat. Tehát, hát van itt Lisander, van itt minden, tehát az összes fiú megvan, kivéve Viktor, és a különleges epizódból Dimitri. Azon kívül mindenki. És nagyon sokan Castielt rendeltek, hát minő meglepő. Na, és mit is akartam? Igen, és akkor most jelenleg egy verseny folyik, a legjobb történetírónak az első díja az, hogy választod bármilyen mobildísz magának, és ingyen, bérmentve elküldöm. 10 fiú van, és mind a 10, és akkor nyerhet, és akkor választhat egyet, a második nyerhet egy Alexit, a harmadik meg egy, nem tudom ki az a csávó, a kertés csávó, nem tudom hitel a nevét, mindegy. Tehát értitek, miről van szó. Na. Akkor mit akartam még? Mit is. Jön a sok elismerés, ennek nagyon örülök, tehát én nagyon imádlak titeket, de ilyeneket ilyen ne írtok, hogy nyaklánc hol van, meg stb. Tessék meg nézni a videót, mert azért van, tehát épp segítség, azért csináltam, tehát, hogy igen, és mit tudom én, igen, van olyan, hogy fönt volt egy olyan kérdés, hogy én küldjek akciópontot és pénzt, mert nem tudja befejezni az epizódot. De hát ilyen nincs. Nem lehet küldeni egymásnak se akciópontot, se pénzt. Ilyen nem létezik, és ilyen nincs. Remélem, hogy mindent azért elmondtam. Nem akarok túl sokáig magyarázni. Úristen, fél óra? Majdnem. Te jó ég. Na mindegy. Na, tehát. Ennyi egyelőre. Ha bármi van még, akkor lesz, mit tudom én, folytatása. De szerintem remélem, hogy minden így tisztázódott, szóval ne kérjétek olyan kérdéseket, ne tegyetek fel, légy, ami egyébként is, tehát bennem a mai videóban, vagy értitek, tehát, vagy utána tudtok nézni a Google-ben, vagy hasonló, tehát tessék nézni a videókat, abban minden információ, legtöbb információ benne van, és most nagyjából elmondtam a dolgokat. Úgyhogy ennyi. Ennyi. Úgyhogy, sziasztok, és mindenkinek jó éjszakát, és szép álmokat, stb. És legyetek a channelom tagja. Sziasztok!